Hello, sziasztok! A hajszínezőkkel való tapasztalatomról szeretnék nektek beszélni ebben a rövid videóban. Igazából nem csináltam még ilyen videót, szóval ez lesz az első. Tulajdonképpen van egy csomóféle hajszínező, én csak hiszem kettő vagy három fajtát próbáltam ki. Pontosan nem emlékszek rá. Az egyik az a kolorista hajszínező volt, annak két fajta változatát próbáltam ki, egy vöröset és egy rózsaszint. Hát mondhatni szép volt a hatása, de viszont nem tartott sokáig. A másik fajta az meg a crazy color volt, abból egy festők formájút és egy spray formáját próbáltam ki. A festék az kék színű lett volna, szép tengerkék színű, és a hatása az nagyon durva volt, mivel zöld lett tőle a haja. És szerintem ennek nem így kellett volna kinéznie, na mindegy. A másik az meg szintén egy világos kék színű lett volna, és megint zöld lett tőle a haja. Szóval, hát nem úgy alakult, mint ahogy kellett volna. Ezeket meg tudom nektek mutatni képeken, vagy ebbe a sorokba, vagy ebbe, vagy ahogy majd sikerül berakni. Meg is hoztam nektek a képeket. Ez volt az első. Itt szőke hajam volt, és megpróbáltam rákenni a kéket. Jó, rákenni, mivel ez egy spré volt. Hát, rá is fújtam. Először tényleg kéknek látszott. Rá pár órára meg bezöldült a hajam, és nem igazán volt jó a látvány. Tehát nem pont olyan volt, mint aminek kellett volna lennie, de mindegy. Itt a kép, nézzétek meg. Nem tudom, mondhatok róla valami véleményt is, de szerintem nem ilyennek kellene lennie. Ez volt a második. Itt próbáltam ki a vörös hajamon, a kifakult vörös hajamon a vöröses árnyalatút. Hát inkább ilyen violett színű volt. Nekem nagyon tetszett ez a szín, annyira szép volt a hatása. Hát tudom, a kép az nem igazán adja vissza, de nincs sajnos másik képem. Tehát a crazy color-tól a kék, ami zöld lett. Na, hát ez egy nagyon durva sztori volt, legalább fél órát szenvedtem azzal, hogy befessem a hajamat. És amikor megláttam, hogy milyen zöld lett, hát azt sem tudtam, hogy milyen sapkát húzzak a fejemre, komolyan, ezt el kellett volna dugni. Úgy magába tetszett a szín, csak nem igazán illett össze a hatással. Aztán talán két-három hónap után kikapott. Nagyon nehezen jött ki a hajamból, tényleg tartós volt, de nem volt olyan a szín, amit szerettem volna. És végül itt az utolsó, a Hot Pink nevezetű Crazy Color hajszínező. Azt írta a papíron, hogy 15 mosásig fog tartani az ereje. Hát, befestettem, szerintem két mosás erejéig tartott. Ez a szín is tényleg nagyon szép volt, mert alapból szőke volt megint a hajam, de azt, hát mondjuk úgy, hogy leszőkítettem, kifehéredett a hajam, hogy pont olyan legyen a színe, de nem pont olyan volt az sem, mert sötétebbre számítottam, de azért tetszett. És tele két mosás erejéig bírta. Most arra megkikopott a hajamból, és visszajött ugyanúgy a szőke hajszínem, szóval tényleg furcsa volt. De szerintem azért egész jó. Nem a legjobbak a tapasztalataim, lehet, hogy nektek jobbak vannak, de azért egész jók is. Remélem, hogy élvezni fogjátok ezt a videót, és lesz pár tapasztalatotok nektek is, hogy tudtátok ezt hasznosítani. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Hello!